Korlátozott volt, hogy hány Sankirtan Bhakta itt tud osztani, ami azt jelenti, hogy hány központot fenntartani, és ezek olyan lakások voltak. Volt, amikor nagyobb lakás volt, vagy egy ház volt Szolnokban, akkor volt egy szép ház, amit meg kellett volna akkor venni, 14 millió forint volt, az akkor nagyon sok pénz volt. Most zseblámpát lehet annyira venni, hogy annyiba kerül. Ugye egyik aspektusa, vagy a dinamikája a Krishna tudatnak, bakták nagyon lelkesek, prédikáltunk, másik dolog, de hát persze más is van az élethez, ami úgy van hívva, hogy család. És amikor családom, azt jelenti, hogy vannak gyerekek, és aztán amikor vannak gyerekek, akkor a kérdés, hogy hol van iskola, és hogy és miből élünk meg. Szóval az úgy nagyon gyorsan, pár év alatt egyértelmű lett, hogy baktáknak, az már úgy egyértelmű volt a kezdőpontnál, vagy legalább amikor nekem a nagyobb tervem Magyarországban, hogy azok, akik akarnak élni, mint szerzetes család, mi most használjuk ezt a kifejezést, hogy misszionárius, az nem fog sikerülni egy kisvárosban, mondjuk, hogyha egy helyen, mint Szeged, itt arra, hogy tudnak azt az életmódot fenntartani, hogy fenntartani iskola, hogyha magántanulók a gyerekek, az egyik dolog, de iskola az egy másik. És közösségépítés, ugye ez egyik aspektusa a közösségépítésnek, a másik az, hogy ki a szomszéd, hogy dolgozunk együtt, hogy imádkozunk, reggeli program, esti program, az nem lehet 20 városba. Hát nem volt akkor 20 város, de nem tudom, 14-15 volt. Most is hasonlóan annyi. És én már úgy 91-ben elkezdtünk keresni egy farmot. És a bakták nem értették, hogy miért, nem is akarták. És egy pár évig tartott, amíg úgy megtaláltuk Somogyvámosnál, ugye azt a telket, földet, ami most van. Hát persze nem így volt, hanem sok kis birodalomból volt, vagy tulajdon alatt volt, és elég sok időig tartott, amíg mindez a 200 valamennyi hektár akkor egyháznak a nevében lett. És a cél avval, hogy itt egy ideális közösséget lehet építeni, fenntartani önmagunkat, biztosítani oktatást, iskolát, gyerekeknek, tehénvédelem, hát tudjátok, mint a dolgok, amik történnek. És persze mindenki meg volt győzve, hogy a fiúk és a lányok, hogy ők úgyse fognak házasodni, úgyse lesz nekik gyerekük, és örökké fognak osztani könyvet. Ami persze nem lett a realitás, hanem a realitás más lett. Mert egyik dolog az, hogy mi az, amit szeretnénk lenni, vagy amit szeretnénk képes lenni lelki életbe, és akkor hol vagyunk, és lelki élet igazából haladni azokban az irányban. És hát idén, ugye 20 éve befejeztük a templomot, és
beavattuk Rada Sámi Szöndört. Hát ez így történt, ugyanaz a nap fejeztük be a templomot, és ugyanaz a nap, hát nem is fejeztük be a templomot, mert kellett folytatni, csinálni más dolgot, építés és díszítés. És beavattuk Rada Sámi Szöndör, mint a Istadév. Istadév az jelenti, hogy a imádandó istensége a magyar baktáknak. Nekem a kezdőponttól volt egy vízió, elképzelés, hogy működik az egyház Magyarországon. És akkor ezt nem tudom, 2000 valamikor, akkor leírtuk részletesebben, nem tudom, ki látta ezt a vízió dolgot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Szóval létezik, kérjétek el, Bhakti Pától, ez egy nyomtatvány is kijött, nem? Interneten is van, és akkor nyomtattuk is, és arra, hogy ugye mi a vízió, hát hogy mit tudjuk, hogy hova megyünk, mert csak most itt parkba ülünk, és énekelünk Hare Krisnát, ami nagyon jó, de mi a cél, hova megyünk, mint egy intézmény, végre. Igen, Magyarország is nem tudatú hívők vagyunk, és mit csinál ez az egyház? Nagyon küzdünk arra, és küzdünk állandóan, hogy meg tudjuk tartani a mi egyházi státuszunkat, és hova megyünk? Hogy fog terjedni ez a mozgalom? Ugye először a bakták, fiatalok azt gondolták, hogy hát igen, legyen egy központ mindegyik városba, ami nagyon jó, de ahogy a központ, nem csak egy, most is van egy központ, hanem legyen egy templom, vásároljunk templomot, legyenek sok bakták, legyenek murtik, de hát amennyire lehet, hogy ti is ismeritek, hogy az egy milyen komoly dolog murtikat fenntartani egy templomban. Más, mint a standard, amit otthon van, akinek otthon van gornitája, hogy az egy nagyon komoly elhatározás, és központ, annak Srila Prabhupádnak volt elképzelése, hogy ő neki mi volt egy központ, és 1973 után Srila Prabhupád kezdte hangsúlyozni, hogy ne nyissunk annyi templomokat. Egyik dolog, hogy templomot valahogy gazdaságilag fel kell tartani, hanem hogy hihetetlenül költségek vannak, mint hogyha nézzük Krisna völgyet, egy elképzelhetetlenül amellett, hogy még fenntartó, ami azt jelenti, hogy egyik aspektuson fenntartjuk magunkat, a másik, hogy építünk, és vendéget fogadunk, és annyiféle más dolgot, és fesztivált tartunk, és mindezek meg ugye valutával van. Szóval ebben sok pénz, és aztán sok energia és idő megy be. Prabhupádnak a víziója, ugye 73-ban elkezdett, hogy nem bakták, kezdjenek étteremben. Étterem fenntartja magát. Mindenki esik. Egy dolog, amire nagyon ismert vagyunk, és szeretnek emberek, a puszáromék. És akkor osztjuk ezt a puszáromot, főzzük, adjuk el, és ugyanakkor ez már nem csak valami, amiből van egy bevétel, ami fenntart egy központot, aminek lehet más része, mint csak az étterem, szóval ott lehet. Ugye más terem, ahol lehet másokat fogadni, valahogy elképzelt, hogy legyen könyvtár, és hanem ugyanakkor lefoglal baktákat is, mert közösségépítés ugye sokkal könnyebb, amikor vajsnavok
tudnak vajsnavokkal dolgozni is, együtt dolgozni egy helyen. Amikor kell valakinek valaki más szolgálni, egy abakta, akkor mindenki tapasztalja, azokkal vannak a saját kihívásai. Szóval Szajáti azt mondta. És szóval ez a víziónak a képe, az inkább az, hogy kettő templom van, egyik fővárosban, és Krisnavölgy, igen. És a többi központok, prédikáló központok, ezek éttermek, amik fenntartják magukat, egy helyiséget biztosítanak, ahol bhakták tudnak találkozni, alkalmaz valamennyi vajsnávot, és valami, ami már önmagát fenntartja. Szóval erre nem kell sehová elmenni szankitanozni, gyűjteni pénzt, hanem ez fent tudja magát tartani. És akkor hát erről már valamennyit korábban beszéltünk, Kecskeméten, Szolnokon, Szegeden is. Ugye vannak jó működő példák erről, mint Debrecen, és egyik központ, és bízunk, hogy időben az tud fejledni. De vissza Krisnavölgyhöz. Ugye Krisnavölgy az mind központ, ugyanúgy, mint ugye Magyarországnak, mondjuk katolikus egyháznak, akkor Pécs a központ, nem? Ha? Esztergom. Ó, igen, persze, Esztergom ott. A református az meg Debrecen. És szóval van egy központ, mindegyik országnak van egy fővárosa. Miért lesz Krisnavölgy központ? Hát egyik, mert ott van Krisna. Szóval itt van Krisna. De Krisna ugyanakkor mindenhol van. Nem is kell a kép, mert ebben a fában is van Krisna. De ezek mind másféle formában van jelen Krisna, és amikor Krisna jön ebbe a murti formába, ő közvetlenül jelen van. És amikor mi is arról beszélünk, hogy mi Krisna tudatos vagyunk, hogy próbálunk lenni, és hogy mi imádjuk Krisnát, most pont kiről szól? Hol van? Hol van nekünk? És hol van, amikor másokról beszélünk? Hát hol van Isten? Hát ott van. Fönt valahol Isten, de valóságosan Krisna itt van. Ugye aztán, hogy a vajsnávok hogy tudnak viszonyulni Krisnának a murti formájához, az egy másik dolog, de ugyanúgy, mint itt van Esztergom, itt van a központ, és itt van a főtemplom, itt van a főtemplom, ami mindegyik hívőnek mondjuk a fókuszpontja. És Krisnavölgy ugye mutatja be és biztosítja azokat a tevékenységeket, lehet, hogy egy pár száz év múlva Szegeden is itt lesznek tehenek és gurukulák és másféle dolgok, de az csak akkor fog történni, amikor itt felépül egy több ezer erős közösség, aki meg tudja azt fenntartani. Nem mindezeknek a dolgoknak, ugye van egyféle alapja. Nem csak pénzi alapja, hanem egy szellemi alapja, egy emberi forrás alapja. És akkor Krisna tudatba próbáljuk megmutatni igazából a sablon, hogy miről szól Krisna tudat, nem csak filozófia, nem csak mindegy étteremben, hogy milyenféle finom ennivalókat tudunk főzni és enni, hanem hogy élni. Mi az ideális életmód. És akkor így Krisnavölgy, mint a központja a másik egész magyar jatvának, vagy a vajsnavoknak, akkor arra, hogy erősíteni ezt a identitást, akkor most nemrég nyomtatták Debrecenbe a
központnak a tábláját, ugye, amit most pont elfelejtem, hogy hogy megy. Az megy Govinda étterem, Krishna World Vegetari, vagy Govinda az Krishna World Vegetari áros étterem. Valahogy. Szóval, hogy kapcsolódik, és másoknak is a figyelmét vezetni Krishna World felé, hogy van egyféle kapcsolat, mindegyik központ a magyar jatrán körül, a Krishna völgyel, és ez azért, mert ez a mi zarándok helyünk. Ez, ahová ugye mi is megyünk, mint ugye nemzetközileg vannak mindegyik vallásnak a zarándok helye. Van egy Mekka, van egy Jerusalem, vannak más szent helyek, van egy Vrindavan, és országilag is van egy zarándok hely. És az a zarándok hely, ugye, az tradicionálisan a felelőssége mindegyik hívőnek. Nem, ugye, hát mindenki volt, ki nem, valaki nem volt Krishna völgyben? Aha. Jó, szóval Somogy megyében van, ugye, egy útnak a végén van egy farm, és ott van egy kis falu. Szóval a fenntartása Krishna völgynek az nem egy lokális dolog. Szóval somogyvámosi emberek, inkább mi vagyunk az egyetlen alkalmazó, nem hogy ők, nem az ő templomuk vagyunk. Szóval abból, hogy a Krishna völgy fent van tartva, és az nem az ottani lévő hívőkből van, hanem ez igazából az egész jatrának. Ez egy nemzeti projekt, mert vannak olyan dolgok ott, amik nincsenek máshol, de ugyanakkor mindenki másnak az érdeke. És mindegyik Vaisnávnak a kötelessége. Ugye? Szóval egyik ugye az a tehénvédelem. Ez ugyanúgy, mint a csapázás, a mi vallásunknak védelmet adni teheneknek egy integrális aspektusa. Na most hol lesz, hogy fog legelni a tehén szopartja? Nem, hogy tudjuk azt teljesíteni? Azért az a csorda, ami ott van, ugye mondjuk 50 állat, fele tehén, fele ökör, és egy bika, hogy ez most azoknak a baktáknak a tehenei, ökrei, vagy ez mindenki. Igazából a dolog az, hogy minden, és az a cél az, hogy adni lehetőséget, hogy bakták tudnak szponzorálni azoknak a teheneknek a fenntartását, arra, hogy akkor több és többet tudunk ugye elfogadni. Sajnos egy hideg országban élünk, ami azt jelenti, hogy nekünk kell akkor. Arra, hogy nőjön a csorda, szükséges, hogy most van egy, hogy akkor kellene másik ötröknek, úgy ilyen fél akkor van nekik, az nekik megfelel télen. Szóval, de ezek hogy fognak megvalósulni? Szóval ez ad egy lehetőséget, hogy mindenki hozzájáruljon a tehén védelemhez. Ami amikor olvassuk Krishna könyvet, akkor hát ez Istennek a szakmája. Akkor kérdezik, hogy mit csinál Isten? Isten teheneknek ad védelmet. És ez egy másik téma, de ebbe lehet részletesen bemenni, ugye, hogy a gazdasági, ipari és még a vallási rendszere egy közösségnek függ tehenen és ötlen. Szóval a munkaerő, a tej és tejtermékek, gyí, és még Krisnának az áldása
Ez mind akkor jön, amikor ez helybe van. Ugye mi egy nagyon másik világban élünk, világban, ahol megölik a teheneket és ötröket, és megesik őket. Ilyen dolgok úgy elképzelhetetlen voltak 5000 éve, amikor a szentek ültek le, és hallgatták Simad Bhagavatamot, és hallották, hogy lesznek vágóhidak, ahol teheneket ölnek. Ez ugyanolyan, mint hogyha neked van egy vágóhíd, ahol küldöd a saját gyerekedet és anyádat. Ugye nekünk elképzelhetetlen, ő nekik ugyanolyan elképzelhetetlen, mert tehén Adomatra, Gurupatni, Rajani, Brahmani, Dhenu, Dhatri, a tehén egyik anya. Ugye? Mi teljesen agyba vagyunk mosva, és mi nem látjuk vagy értjük ezeket a dolgokat, de gazdasági jólét, politikai jólét, háborúmentes élet lehetetlen, amikor vannak vágóhidak. De elkerülni vágóhid az nem elég, hogy nem csinálnak valami rosszat, ugyanakkor jönni jó. Szóval röviden vissza az, hogy Krisna-völgyben van a lehetőség a tehénvédelemben részt venni. Krisna völgyben van lehetőség Vára Krisnát imádni. Ott van Krisna. Ha nem lehet Budapesten. Ott csak 20, minimum 20 bakta van teljes időben lefoglalva az imádatba. Ez 24 hét, non-stop. Szóval hol van az a 20 képzett bakta, aki meg kitart abban a szolgálattal? Nem. Ez egy nagyon nagy felelősség. De ugyanakkor köteles. Ugye köteles, hogy mindenki részt vegyen a múlti imádatban. Hogy veszünk részt a múlti imádatban? Hát, oda megyünk Manmanabhava, Madbhakto, Madhyajimam, hogy gondolkodunk Várisámról, van nekünk, azért csináltuk, és most megint elkezdtünk újan gyártani Várisámnak a domborműjét, a dombormű, azon át lehet Várisámot imádni, mint zarándokhelyre elmenni, lehódolni, virágot vinni, adományt vinni, hozzájárulni, nitya széva, fenntartása, széva púgya, szóval ezek a féle dolgok. És hogy, amit sokszor ugye bátorítunk baktákat, hogy még avatott vagy nem avatott, hogy mindenki menjen le két hetet évente, és ott legyen a nyaraló, és a völgybe, és ott csinálni szolgálatot. Ott van kert, ott van a virágkert, ott van zöldségkert, mint lehet részt venni, segíteni, csinálni szolgálatot. Szóval csinálni ezt a murti imádat. Szóval mindezek a dolgok, ugye, amik ott vannak, hogy megmutatni ezt a féle életmód, és aztán ami volt, ugye, amivel befektettem 5 évet, írni a Navavajra Mahimát, és beavatni, vagy azokat a szent helyeket, amik párhuzamosak Vrindavannal, arra, hogy tudnak menni oda bakták, és tudják látni Magyarországon, ugye, ami szent helyünket. A muszlimok, ugye, 5-ször naponta lehódolnak, fordulnak Mekka felé, ahol vannak a világon, és lehódolnak, és imádkoznak. Mert hogy több ezer kilométerre vannak, de még 5-ször naponta emlékeznek Mekkára. És ami nem jelenti, hogy otthon ők nem gyakorolnak, vagy nem csinálnak, ugye követik a vallás, nem tanulmányozzák Szentírást, de még mindig ez hozzájárul, hogy legyen az a fókusz miért, mert ebből a Mekkában, hát ez egy szent hely, és itt van egy szent kő, amit akkor mondta ugye Mohamed, hogy ezt kell imádni. Szóval ez a féle, és ez alapon egy nagyon, nagyon központi vallás van. Szóval amellett, hogy minden másféle
dolgok történnek a mai világban, robbantás és háború iszlámnak a nevébe, de még mindig iszlám egy nagyon meghatározott, és muszlimok egy nagyon szoros közösség, vallás közösség, lelki közösség. Nekik nagyon tisztak, hogy mit az ő értékrendük, és hogy mi az ő központja. És ez a Mekka, ez egy napi dolog. Hát, hogyha mindenki ötször lehódolna abba az irányba, ahol van Rari Sám, és ajánlnak imád, és én ezt én láttam, én ülem, ugye, mert én megyek Isztambulba, ülök egy taxiba menni valahol, és ott megáll. És kiszáll a taxiból, és bemegy a maszkba, és én meg csak ott ülök, és akkor várok, addig, amíg visszajön, és megint beszáll a kocsiba, és elkezd vezetni. Szóval ez jó, ugye? Van, amikor nekünk nehéz egyszer el meggyőzni batták, hogy mennenek a programra, egyszer tartásra, itt vannak akár ötszer tartás, ahol vannak, amit csinálnak irodában, munkahelyen, és imádkoznak. Szóval ez a, és ugye amikor van központ, amennyivel több közös dolgok vannak, akkor van közösség, és akkor lehet építeni közösséget. Ez ugyanez Budapestnek. Budapestnek igazából a célja, mert itt vannak célek, amik mondjuk a következő 5 év, 10 év, 20 év, és aztán meg 50 év, 100 év. Budapestnek a célja az volt, hogy legyen nekünk egy megfelelő központ, ami ugye most megvalósult, szóval 15 évig tartott, amíg ezt a helységet megvan. Itt mostanak Budapestnek nincsen más terve terjedni, nincsenek murtik, amit imádnak, nem építenek iskolát. Egyetlen dolog, hogy ott vannak ugye valamennyi lakás, ahol bakták élnek, de szóval ezen kívül Budapest központnak a célja építeni Krisnavölgyet, hogy felépüljön, mert ugye ez itt van a ugye a főváros, itt van a parlament, itt van minden ország vezető, itt van a kommunikációnak a központja, de ez az, hogy mutatni és lehet látni, én azt hiszem, hogy ti is tapasztaltok, hogy vannak olyanok, akik voltak, akikkel ti találkoztok, hogy milyen nagy hatás van arra, hogy valaki elment Krisnavölgybe. Szóval én is találkozok emberek, és mondják, hogy hát igen, én mentem Krisnavölgybe. És azon van egy nagy hatás, ami hasznos mindegyik más központnak, mert azok a dolgok, amik ott vannak, ugye, az nem olyan könnyen megvalósítható, és lehet, hogy sok időig lesz, mielőtt ezek megvalósulnak a másik helységeken. Szóval itt vannak több pontok, de ez a közösségépítés, ugye ez a szó közösség, ez jelenti, hogy amennyivel több dolgok közösek, annál erősebb egy közösség, és amikor van egy igazi központ. Szóval nekünk Krisnavölgy a magyar jatrának a központja, ezért a több okér, és amennyire mi is be vagyunk kapcsolva abba, szóval már tegnap, amikor sétáltunk vissza a programhol, a művelőszínháztól, akkor látunk annyi olyan szép Szeged. Ugye itt nem bombáztak, ugye? Azért még vannak ezek. Csak újraépítették teljesen. Szőnyegbombázás is volt, tehát ilyen nagy terület. Nem, de a háború alatt nem bombáztak. Tessék? Szóval nagyon szép város, igen, újra van, újra volt építve. Vannak olyan szép helységek, amik igazából működnének, mint egy féle központ. Majd időre az is meg lesz, de akarjuk azt az üzenetet megemészteni és át is adni, hogy ez a központ, ugye ez kapcsolódik a Krisnavölgy fő
főváros főközpontnak. Srila Prabhupád hasonlóan szervezte meg Mayapur Indiában, hogy Prabhupád akart, ugye Calcutta az egyik legnagyobb város Indiában, mondjuk a Mumbai-on kívül, és Prabhupádnak a célja volt, amikor ő épített, Mumbai-ba építette ezt a nagyon szép templomot, nem tudom, hogy lehet, hogy képen láttátok, hogy akik nem voltak ott, hát nem voltak ott. Prabhupádnak a célja volt, hogy ez a leggazdagabb hely Indiában, Mumbai, azt mondják, hogy 80%-a a pénz Indiának Mumbai-ban van. De ti építsétek Mayapurt. Ugyanúgy Kolkatában, Srila Prabhupád, ottani templom, ami volt, Prabhupád mondta, hogy most nem kell valami nagy templomot építeni, ti csak fejlesztjétek és építsétek Mayapurt. Mert Mayapur, meg aztán nekünk a nemzet, Krisna Tudat Mozdalomnak Mayapur a nemzetközi ugye, központunk, és arra, hogy az felépüljön, akkor nemzetközileg, hát már akkor Srila Prabhupád időjében, ugye másik templomok küldtek baktákat, küldtek pénzt, ez volt a kettő fő dolog, mert ugye az első, hát az első 10 évben Indiában nem voltak indiaiak, mint csak nyugatiak voltak, akik voltak krisnások, és ez az, hogy indiaiak csatlakoztak, az inkább az utolsó 20 évben indult, kezdődött be. Amikor én először kezdtem menni Indiába, 74, 75, akkor nem voltak indiai bakták. Indiában. Mind nyugatik voltak. Másképp nem épp, és másképp nem épült volna fel. Szóval hasonló volt Srila Prabhupádnak a minta, és Srila Prabhupád ugye szerette volna megvalósítani azt a vizióját Bhaktivinoda Thakurnak, hogy ez a lelki város, 50 ezer ember méretű város, lelki város épüljön ott fel, és hogy építsék a másik központok egész Indiánál, és ők fektetjék be energiákat, küldjenek baktákat, küldjenek pénzt, és persze így is volt, és most is így van. Ugye ezt a TOVT, azt hiszem, hogy ti abban képe vagytok, ugye azon a templom, ami ott építünk, a Temple of Vedic Planetarium. Szóval ebben évente itt a magyar, a 1% ami sikeres, amit mi kapunk, abból évente küldünk kb. 50-60 ezer dollár a templomba, ez az egyház. Aztán vannak egyéni bakták, sok bakták, akik adományoznak. Szóval ezt a szellemiséget ugyanígy, és ez az, amit Srila Prabhupád akart, hogy ne maradjunk csak, és ne kövessegjünk be a saját helyiségünkbe, és látjuk Krisna tudatot csak mint egy intézmény a saját körülményekben, hanem legyen egy nagyobb kép. A legnagyobb kép az egy globális kép, és másképp itt nekünk van egy nemzeti kép, egy magyar. És akkor ugye ez a másik aspektusa, amit csak fogok érinteni, és aztán inkább, hogyha nektek van valami kérdés, hogy Úgy Csaitanyának ugye volt egy víziója. Prithiviti a Csajatra Nagarágyudán. Mindegyik város, minden faluba énekeljenek Hare Krishna. És legyen, ugye énekelni Hare Krishnát, szóval az mit jelent? Mind itt vagyunk Szegedben, vagy itt vannak szolnokiak és kecskemétiek. És, de mi tudjuk, hogy arra, hogy énekelni Hare Krishnát, arra kell, hogy van egy közösség,
arra kell, hogy van valamiféle központ, itt is Szegedbe tartunk programot. Na most itt van ez, és aztán ide hívunk meg embereket, aztán oda. Szóval most 24 óra alatt 3 program volt, és mindegyik egy másik helyen volt. Na, hát akkor biztos, hogy nekünk nincs egy azonosság itt, mert még nem tudunk egymás után ugyanarra a helyre is meghívni vendégeket. De tradicionálisan azért ugye lehet, hogy nekünk nem kellene más, mint csak itt fák alatt lenni, de ugyanakkor, hogyha nincs egyféle központ, egy helység, akkor már nehéz gyakorolni a Krisna tudatot, lehet átadni a Krisna tudatot, és végre az, hogy mindegyik falu, városba arra kell, hogy felelősséget vállalunk egy misszióra, amit vasárnap erről itt próbáltam egy kicsit beszélni, hogy ez kié ez a misszió, kinek ez a felelőssége. És Chaitanya Mahaprabhu meg ugye kifejezte Bharata Bhumi Manusha Janma Jar, hogy te Bharata Varsha, hogyha te ebbe a földbe, te egy ember vagy, és főleg, hogyha indiai vagy, de Bharat nagyobb kép az, az a világot jelent, mindegyik embernek a felelőssége para upakar, hogy átadni, felelősséget vállalni, hogy hogy fognak mások megkapni a Krisna tudatot. Hogy lesznek ők Krisna tudatot. És ez a felelősség ehhez a misszióhoz, ez mondhat, lehet mondani, hogy ez igazából 50% a Krisna tudat mozgalomnak, és ez a fele a formulának, hogy hogy lenni Krisna tudatos. Erről sokat lehet olvasni Prabhupád könyveibe, hogy Krisna tudatos lenni nagyon nehéz, amikor nem veszünk felelősséget avval, hogy adjuk Krisna tudatot másoknak. De amennyivel többet felelősséget veszünk adni másoknak, akkor annál könnyebb lesz magunknak gyakorolni a Krisna tudatot. És akkor próbáljuk, nézzük, hogy hogy idővel, hogy haladnak, így szépen fejlődnek dolgok mondjuk itt Szegedbe és másik központokba, de legyen egy kép, és legyen mindenki, aki abba a helyiségbe, városba van, legyen egy lokális kép, hogy nekem most mi a képem ebbe a városba, nekem most mi a kép, és ugyanakkor hogy illik be ez a város a magyar képe, ami kapcsolódik ugye Krisna völgyel, és hogy tudjuk adni embereknek itt Magyarországon a lehetőséget, hogy ők is úgy kijönnek illúzióból, és tudnak egy kicsit megérteni, hogy mi a valóság. És haszont venni azokból a csodálatos dolgokból, amit meg Srila Prabhupád adott nekünk. Jó, köszönjük szépen a türelmet, figyelmet. Kérdések, hozzájárulás, más gondolatok, akkor most várom, hogy ki beszéljek. Szeretném megkérdezni, hogy sokszor felmerül az bennük a Vakripáprabhutól, más baktáktól ezt a tőled is, hogy prédikáljuk, de felmerül bennük, hogy nem tudunk olyat adni, amit ti tudtok, hogy a magas szinten, és hogy erre esetleg tudnál-e mondani egy pár bármilyen. Ki Isten? Isten. Ezt most itt valaki tudja, kopog be ott lent a templomba és kérdezz meg. Valaki tudja, hogy ki Isten? Mert egy dolog, oké, van Isten. Ki Isten? Hogy néz ki? Szóval ez már, ez, amit tudunk, ugye, Prabhupád adja a példát. Elkezd égni ez a ház, akkor csak itt ülünk és várjuk a tűzoltót, mert ők a szakemberek. Nem, akkor veszünk valami vödőt, vagy valamit, és a tisztából hozzuk a vizet, és dobjuk a házra. Miért? Mert ez a emberi dolog. Szóval nem arról van szó, hogy most valaki
valakinek valamiféle sodabogát. Arra, hogy adni Krisna tudatot, amit tudok, azt adok. Nem kell milliárdos lenni arra, hogy valaki adományozzon valamire, hogy segíteni a szegényeket. De már az, amit tudunk, ugye már az, hogy itt van ez a Hare Krishna mantra, és énekeld ezt, már az egy olyan értékes dolog, amire nem kell meg nagy kifejezni. És hogyha valaki azt gondol, hogy önmaga nem tud valaki, akkor jó, de akkor én segítek. Prána, ajta, díja, vácsa, jó, add az életedet. Prána. Nem tudod adni az életedet, ajta, akkor támogatod az egyházat. Nincs egy egyház, amiben ez nem egy, ugye egy elv, egy érték, hogy hát hogy épülnek ezek a szép, hatalmas, nagy templomok. Tia, a intelligencia, csinálj valamiféle szolgálatot, mi az, amivel tudsz hozzájárulni, segíteni, és váltsa. És hogyha tudsz beszélni és magyarázol, akkor meg mondd másoknak. És Krisna mondja ezt igazán. Krisna mondja, amikor a erdőben van. Mindenkinek a kötelessége jó tevékenységet csinálni, és akkor adja ezt a négy alternatívát másoknak. Emberek a világon általában jó emberek mindig akarnak másoknak jót, vagy valami jót csinálni. Csak mindig ezek a jók annyira relatív elképzelések, és nem is tudják, hogy mi a abszolút jó. De itt van az abszolút jó, szóval valahogy, ahogy tudjuk, akkor... Ezt egyéni helyzetbe ki kell dolgozni ottani vezetőkkel, meg kérdés, hogy mi az, ami történik. Ugye volt egy időpont, most Szolnokra példa, amikor a Szolnok központ ott volt, mondtam, 20 patta, és ott minden leállt, amikor építettük a templomot, és ők hozzá, őnekik egyetlen funkció volt, az, hogy építeni Krisnagar templom. Amikor megépült Krisnagar templom, akkor nem volt olyan ugyanaz a prioritás, akkor meg 100%-nak. Ugyanúgy, amikor ugye nekünk a beruházás Krisnagarbe vagy máshoz általában jön, amikor a 1%, amit kapunk, és de amikor szó volt arról, hogy jó, most nekünk megveszük a Budapest központot, akkor meg a beruházás Krisnavölgybe leállt. Mert mind a kettőt nem lehetett csinálni, és akkor szükséges volt, hogy megvegyük azt a budapesti két épületet Samsungtól, és aztán teljesen felújítani arra, hogy olyanok, mint most, abban a célral, hogy hát igen, Ez a befektetés, az egyháznak a befektetése, hogy itt igazából legyen egy igazi színvonalas központ, ahová aztán itt ugye, a fő prédikálás történik, mert Budapesten történik ennek a fő prédikálás. És hosszú időben ennek a célja az, hogy jobban és jobban támogatni Krisna völgyet. Szóval ez így valami, ami vannak a körülmények, ugyanakkor meg kell beszélni, hogy pont mik azok a dolgok, amik úgy történik.
valaki más, vagy vannak más dolgok, ez egy ilyenféle egyházi intézményi beszéd volt. Hogyha vannak valami más kérdések filozófiáról, vagy más témákról. Kérdez, lehet, hogy ez nagyon kis a kérdésnek hangzik, de én nem olvastam még a Bhagavad Gita-t, bár megvan, többször megjutottam, de valahogy nem mindig értem. Tehát, hogy ennek a könyvnek is van egy olyan, tehát, hogy kell ezt olvasni, vagy mikor, vagy mint ahogy a Bibliára is valaki mondja, hogy inkább az új szövetségi részt olvas, mert abban vannak a biztosi tanítások, hogy a Bhagavad Gita-ra mi vonatkozik valami ilyesmi? Hát a bevezetésben Onmega Abba Prabhupád mondja, hogy Bhagavad Gita-t legjobb tanulni, már valaki másnak, egy hívőnek a segítségével, mert filozófia. És szóval nem is olyan, mint ugye Bibliában van mondjuk valamennyi filozófia, de inkább ilyen ugye történetek vannak, vagy mesek. Bhagavad Gita-ban nincs semmi mese, csak kezdőtől a végéig filozófia, és ha én nekem is ez probléma volt, ugye, én sosem nem olvastam filozófiát addig, tehát mindegy új nyelv volt, hogy most másképp kell gondolkodni, és hogy beállítani az elmét, de erre legjobb mindig másoknak a társulásával, és akkor azért van is nekünk itt ugye a szombati programok, hogy akkor tudjuk megbeszélni, pont az megbeszélni Bhagavad Gita-nak a tartalmát, és egymással Bodhyanta Parasam Katyantasvam Nitya Krishanti Charamantya. Krishna mondja, hogy amikor együtt beszélnek hívők a Bhagavad Gita-nak a témájára, akkor lesz nekik ebből íz, és akkor lelkesebb lesznek, és jobban is tudják érteni. És a kettő dolog, a mantrázás és a Bhagavad Gita, az úgy párhuzamosan mennek. Ez egyik erősíti a másikat. Ha csak egyiket csinálni, az mint mondjuk két kereken vezetni egy kocsit. Mert a mantra az tisztítja a mi tudatunkat, avval, hogy tudjuk jobban megérteni, ami a Bhagavad Gita ad, és a Bhagavad Gita meg erősíti a bizalmunkat, ugye, a gyakorlatban önmaga. Igen. És egy dolog, hogy filozófia, és a másik, hogy nem is olyan könnyű filozófia, de védikus irodalomban a legkönnyebb. Szóval a Bhagavad Gita-nak a nyelve, a szanszkritja nagyon könnyű, a Bhagavatamnak meg nagyon komplikált a szanszkrit. És a filozófia az mondjuk arányilag könnyű filozófia, nem olyan, mint a Vedanta Sutrának vagy a Upanishadoknak a filozófiája. És könnyen, és rövid. Rövid, és ugye 18 fejezet van, és mindegyik fejezetnek vannak másik téma, szóval egy szempontból úgy arányilag könnyű. És ezért is nyitottuk ki a főiskolánkat Budapesten, amivel ott van ugye levelező kurzus, hogy segíteni másoknak tanulni a Bhagavad Gita-t. Tessék? Igen. És Bhagavad Gita téma. Igen, régebben is így volt, igen, hogy minden vasárnap voltak, és akkor valaki olvasott. Akkor megbeszéltünk a témát, értelmeztünk. Igen. Valaki már?
valamikor szerintem életemben találkoztam a kognáknak, és kértek tőlem adományt, nem tudom, hogy és én akkor nem adtam a kognáknak, hogy ezt jóvá tudom tenni valamit. Nem tudom, hogy ki volt az. Egy feltétellel, ha háromszor annyit adsz. Szerintem annyit már adtam, amit adtam volna. Most nem építünk, de fenntartjuk. És az egyetlen templom, amit építettünk, az Kösöngör volt. És az mikor volt? Ez 90-es volt. Sajnos azóta is keresem azt a a kamatozók. Na mondasz egy összegetet mondani. Csak ez nyomasztan óta is, meg már valószínűleg. Hát ezért ugye felépítjük a templomat, igazából az volt a könnyű része. A másik aztán fenntartani, az a nehéz. Állandóan újítani. És aztán majd valamikor, hogyha éppünk egy rendes templomot, mert végül az is csak egy ideglenes templom volt. Ehhez képest fogyasztanak az emberek nyírfa cukrot, és azt mondják, hogy ez egészséges. Bakták is használják, nem tudom, hogy lehet kapni olyan édességet, ami a bakték. A bázabakam azt mondja, hogy ez úgy, akkor mi az idegség? Nem, igaz, amit a Bhagavatam mond, az igaz. Itt mind ugye a kérdés, hogy milyenféle buborékról van szó, és arra kellene utána nézni, ezek ugye a részleti aspektusai Bhagavatamnak, hogy azt mondja, hogy ugye, hogy buborékozni fog a víz, ami úgy hangzik, hogy korábban nem buborékozott. És de ez most mi? Ez most milyen? Ez amikor van ugye folyóvíz, a folyók, ugye, és akkor jön ez a hab, szóval most igazából habról van szó, vagy ez pontosan az, hogy mindenféle buborék, amiben van a vízbe, és ugye sokszor a buborékos vízeknek mesterséges, hogy benyomunk akkor gázra. Ugyanúgy vannak ugye a, hogy hívják, a száp, a fának a nedve. Erre is kellene nézni, hogy pont milyen féle nedvről van szó, mert az tény, hogy nem csak itt a bakták, és nem ami a nyugaton van, de ugye a Ayurveda használja a palmafának a nedve, ami egyik legjobb féle cukor. De ugye az a kérdés, hogy az mikor van fogyasztva, és hogy. Amikor az közvetlenül van, akkor az Indiában, amikor főleg Mayapurban ott vannak a nagyon szép ilyen palmafák, datoya palmafák, és annak a nedve, amikor jön fel a nap, hogyha akkor megiszod, akkor az alkohol. De amikor azt az alkoholt azt meg forják, és leforják, és akkor abból csinálnak ilyen szirupot, akkor meg az ajánlható a múltiknak. Szóval itt megint a kérdés, hogy ezeknek a féle verseknek vannak magyarázata, és utána kell nézni a magyarázat, hogy legyen egyértelmű, hogy pont miről szól, milyenféle buborék, milyenféle nerd, milyen körülményekben akkor ez használható. Ugye, mint itt van a dolg.
fehér. De ez sászra, ez szentírás. De nem vágóhídból lehet, mert tehenek meghalnak. És akkor ugye az a legjobb bőr használni mögangára. Szóval ugyanúgy, mint egy bűn, tehenet bántani, stb. De ugyanakkor ugye lehet a tehenek a bőrát használni. Arról volt szó, hogy lelki tanítómester választhat, hogy egy embernek az életében hosszú fog felérkezni ez az idő. Hogy választani? Hogy lelki tanítómester lesz, igen. Hát amikor ő komoly a lelki életbe, és annyit ért a lelki életből, hogy tudja, hogy ez egy integrális aspektusa fejlődni lelki életben, nekem szükséges iránymutatás Krisna felé, Isten felé, és akkor én képes vagyok azokra a feltételekre megfelelni, ami jelent tanítvány lenni. Tessék? Életkorhoz nincs kötve. Nem. Igazából ez általában elég fiatalon történik. Szóval tradicionálisan, mert ugye a lelki élet, vagy ez az önmegvalósulás, ez életnek a célja. Szóval ezért élünk mondjuk 100 évet. Ez nem történik 2 nap alatt. Szóval ugyanúgy, mint hogyha valaki akar valamilyen szakember lenni, orvos lenni, akkor abba be kell fektetni 20 évet. Arra, hogy valaki megismerje Istent, arra be kell fektetni egy egész életet, és akkor az már jó fiatal korban, hogy ott van a irányítás alatti tanítómesternek. Már óvodában a gyerekeknek van tanárja, nem tud valahogy tanulnak önmagukat. Mindig az egy fontos rész. Szóval ugyanúgy a lelki életbe, akkor az mindig, ha már a kezdőponttól, akkor van. De mi későn kezdjük, szóval akkor inkább később jön fel a kérdés, hogy mikor. Na, a Mahamantra hatásáról szeretnék kérdezni. Elég furcsát, azt hiszem. Én 69-ben Amerikában éltem egy darabig, és ott egy este a tévében, a híradóban láttam, hogy ilyen sáfrán színű ruhában New York utcáin mennek és énekelnek, de nem tudtam, hogy kik ők. Viszont a dallam az nagyon egyszerű volt, és a szöveg is. És nem tudtam akkor senkitől megkérdezni, hogy kik ők, de nagyon tetszett, és mivel én olyan típusú ember vagyok, hogy aki fizikai munkát végez, akkor én mindig énekelek valamit. És én nagyon gyakran ezután ezt a maha mantrát énekeltem, nem tudtam, hogy mi ez. Emlékeztél csak arról, hogy hallottad? Igen, és nagyon benne maradt a fülembe, és csak 98-ban, amikor Górangával találkoztam, akkor derült ki számomra, hogy igen, hát akkor ezt hallottam, ez a Krisna tudat. Most mire én 98-ban találkoztam a Krisna tudattal, tulajdonképpen az összes, ami a 4 szabályhoz tartozik, fokozatosan mind különböző okokból elment az életemből, anélkül, hogy ezt akartam volna, tehát így alakult. Például azért nem eszem gombát, mert egyszer volt egy gomba mérgezésem. Tehát minden ilyen, nem iszom alkoholt, mert nem tudja, tehát hiányzik az enzim a szervezetemből, ami le tudná bontani. Tehát így minden így valamilyen ok miatt elmaradt az életemből. Uh-huh. És hogy az lenne a kérdésem, hogy a Mahamantrának akkor is van hatása, hogyha ha nem is tudom, hogy mi az, amit énekel.
mindig van hatás. Tegnap is valaki kérdezte, hogy amikor nincs avatás, akkor még mindig van hatás, hogy ugyanolyan. És hát ez az eredménye, hogy akkor 69-89, vagy 98-30 év elment, és a hatása a mantrának, hogy nem a fizikai okok voltak a hatása, hanem inkább a mantrának volt az oka, hogy mindezeket a szabályunkat, akkor természetes lett, mert jön egy természetes tisztulás. Hát úgy is tisztítja a szívet. De mindennek van egyféle, és még hogyha sose nem találkoztál volna baktákkal, akkor is folytatódott volna a folyamat, de lassabb lett volna. Köszönöm szépen. Lassabb lett volna, és a végeredmény az lett volna, hogy találkozott volna kapcsolatba baktákkal, ami úgyis az történt. Igen. Köszönöm. És? Hogy van egy erre standard, hogy naponta mennyit jó vibrálni ezt a hamantát, és hogyan lehet fogni építeni és fogtartani? Hát, ugye van ez a napi 16 kör, ami avatott baktáknak a standardja, és inkább jobb a minőségen dolgozni, mint a mennyiségen. Valamikor, hogyha valakinek nincs mi más csinálni, hogyha valaki nyugdíjban van, valaki van a prasztalet, akkor nyugodtan azt csinálja, de általában most vagy beszélünk önkéntesekről, teljes idős szolgálatot gyakorolnak, vagy azok, akik támogatók és dolgoznak, fenntartják magukat, akkor örülnek, ha van elég idő egy rendes reggeli programot levezetni, 16 kört csapázni, tanulmányozni komolyan Prabhupád könyveit. Szóval itt vannak több dolgok, amik fontosak, ugye? Fontos olvasni a Szentírást, fontos énekelni Hare Krishnát, fontos a murti imádat, és akkor jobb nem csak egyik. Elég énekelni Hare Krishnát, de általában nem annyira fejlett vagyunk, hogy nekünk ez csak elég, nekünk kell több lábon állni. És inkább akkor koncentrálni a minőségen. Mert ez egy finomított dolog, ugyanúgy, mint az a azt, amikor sűrítik, vagy van a másik, ami Kanadában volt, és nem tudom mi a maple fa? Ja, más, mint a magyar, és a kanadai. És az itt valamennyire kicsit más juhar. És szóval az is egy olyan dolog, amit sűrítik. És akkor nem csak a szirupra, hanem lesűrítik, amikor igazából egy cukor lesz belőle, édesség lesz belőle. Szóval ugyanígy a mantrázást is sűrítjük, addig is végre, hogy ezt most 16, vagy 64, vagy amennyi, de hogyha ott van a minőség, akkor az eredmény is ott lesz. Más dolgok. Szeretném megkérdezni, hogyha valakinek vonzó ez a lelki élet, de azt mondja, hogy ő egyedül szeretné gyakorolni. Szóval mi a... ezt tudja valaki egyedül gyakorolni, vagy kell keresnünk a bakták társaságát, és hogy ha kell keresnünk, akkor milyen pozitívnak tudunk kapni a bakták társaságát.
Miért akarná valaki egyedül? Nem. Valaki azt mondja, ez a... Mit csinálunk egyedül a világban? Nem dolgozunk egyedül, nem lehet család egyedül. Nem lehetünk boldog egyedül. Szórakozni, akkor másra van szükség, hogy akarunk szórakozni. Egy másik neve Krisna tudatnak a Sankirtana. És Sankirtan az pont azt jelenti, hogy együtt. Szóval most a lelki világban nem egyedül vagyunk, hanem Istennel vagyunk, és nagyon sokan is vannak ott. Nem egyedül van ez az egyedül gyakorlás, és persze egy olyan, mint valaki egy magántanuló. Hát, hogyha valaki nagyon okos, tud magántanuló lenni, de általában még magántanulónak is szükséges. Ugyanúgy, mint a főiskolába, akkor ott havonta legalább kell jönni, és akkor tanára, csak hogy igazából megértetted, ami van. Szóval az úgy elkerülhetetlen, hogy társulás mások, akiknek hasonló, közös elképzelése van életről, és a értékrendükről. Ez valamennyire egy kicsit ilyen önző, egoisztikus dolog, hogy én egyedül gyakorlok. Az egy nagyon jó széknek néz ki, amiben kihajtottál. Már meg van karja is. Ez? Igen. Forgászik. Jól néz ki. Kényelmes is. És könnyen hordható, tehát gyalogosan. Igen, láttam. Énekeljünk. És akkor itt van Tusárom, vagy visszament? Visszament. Jó. Énekeljünk egy kicsit. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.